Sziasztok, daráló! Eljött az idő, hogy megint kicikizzünk valakit. Na jó, nem is erre szól a daráló. Na jó, talán mégis. A mai pálya igen rövid lesz, rég volt már ennyire rövid pálya a darálóban. A videó konkrétan 5 perc 27 másodperc, tehát ennyi időt vittem végig, még eltévedés is van benne. A készítő Villa 21, és az a pálya címe, hogy Keresd a gombot. Miért elkezdjük, szeretném azt kérni, hogy előbb nézzétek végig a videót, mielőtt írtok valami hozzászólást. Tehát azt fogjátok gondolni, hogy ez egy szivacsklón, ez így is szivacsklón, ez úgy is szivacsklón, ez kinti szivacsklón, meg benti szivacsklón. De előbb nézzétek végig, nem egészen úgy klón, mint ahogy gondoljátok. Akkor kezdjük. Egy ilyen üvegházba kezdünk. Egyes gomb. Szia, üdvözöllek a pályámon, kezdésként járt körbe ezt a termet, balra kezd. Lássuk a kettest, a történet, négyzet. Ez ilyen mértani pálya. Hármas, elfelejtettem mondani, hogy ez még titok. Négy, játsz békésen és ne üsd ki blockokat. Meg egy liter water. Ja, és ne csaj. Amíg a beállításokkal szerencsétlenkedek, addig elmondom, hogy igen, eddig szivacs klón, sorszámozott gombok és komolytalan kiírások. Szivacs védjegy, de nézzétek végig, mondom, nem egészen olyan klón, mint ahogy gondoljátok. Hatos nincs, hetes, jaj ne, hova tűnt a hatodik gomb? Már csak az indító gépezet van, ami időt állít, játékmódot. A pályán néha Mr. Cuki fog tevékenykedni. Oké, egyébként nem fog kiderülni, hogy mi az a Mr. Cuki. Mr. Cuki beállítja az időt, ajtó nyitása, 3-2-1, kapsz egy reston blockot, ha nem sikerült volna kimenni. Én úgy oldottam meg ezt a problémát, hogy megnyomtam még egyszer a gombot. Ugyanis játszottam portállal, és ott megtanultam, hogy a doboz az aranyat ér. Túloldom egy lezárt láda, de azért a nagy szenszáj megpróbálta kinyitni. Öcsém. Két nyomólap. Úgy gondoltam, hogy én a zöldet követem most, úgyhogy csak a zöldet nyomom meg. A feladatot keresd meg a hatodik gombot. Megint két gomb. Vajon hol lehet? Nézzük meg a házában. De a ház előtt vannak táblák. Végtelen véges folyosó, csak a napló kettő után. Csak a folyosó után. A házban 21. gomb. Szia, én vagyok a 21. gomb. A 6. gomb lakótársa. Hallottam, hogy a 6. gombot keresed. Én legutóbb a tetőkerten láttam. Hogy itt elsőnek miért a pincébe indultam, azt ne kérdezzétek, de ugorjunk a tetőkerthez. Fent tényleg van valami kertszerű képződmény, meg egy láda, benne napló 1, benne kedves naplóm. A mai napon erre voltak. Aki ezt olvas és kiszabadít, annak jutalom jár. A pincébe raboltak el. Hát azt meg se kérdezem, hogy mégis hogy írta meg ezt a naplót, tehát akit elrabolnak, az nem tudja leírni, vagy ha le is írja valahová, tegyük fel, akkor hogy hagyja itt? Tehát most elvileg a 6. gomb nem van a pincében, de valahogy sikerült mindegy, nem is értem, minek gondolkodom rajta. Szóval ez egy komolytalan pálya, tehát nincsen semmi gond ezzel a szöveggel. A pincében van egy napló 2. Kedves naplóm, nagyon rettegek itt a pincébe. De azt mondták, hogy jönnek értem és elvisznek a végtelen véges folyosóbe. A végtelen véges folyosó nevéhez hűen, egy jó hosszú egyenes, menj vissza és kövesd a pink szint. Meg egy liter water. Bocsi, rossz irány. Tehát eddig a pálya, vannak benne jó ötletek, de igazából beárnyékolja az, hogy egy, hát hogy is mondjam, szivacsmásolat. De majd látni fogjátok a végét, hogy azért nem olyan szivacsmásolat. Na mindegy, menjünk tovább. Szerencsére a rózsaszín út jóval rövidebb. A végén két tábla, menj a szürke után. Miért követed a pinket? Igen. Hát kerüljük a trágár kifejezéseket. Erősen kerüljük a trágár kifejezéseket, de gondolom ezt, vagy remélem ezt nem kell mondani. Itt arra a szürkére gondol, amin lejöttünk a házhoz, ami a zöld útvonal mellett volt. Na, tehát ez itt. Igen, ezt a szürket pink után. És itt volt egy kicsi eltévedés. Ha rálépünk a nyomolapra, akkor jön az üzenet, vajon hol lehet, nézzük meg a házában. Ez volt az elején is a szöveg, de én itt valami
valamiért azt gondoltam, hogy hát ha már ugyanoda vissza kell menni, akkor csak frissíti a szöveget, vagy mi a túró, és megint vissza kell menni a házba. Azért fölmentem, tehát követtem a szürkét, de nem láttam semmi változást. Illetve nem vettem észre a változtatást, és visszamentem a házba. Most lehet, hogy én vagyok ennyire kialvatlan, de azért belátható, hogy félreértésre adhat okot. Hát mindahogy én félre is értettem, na. Mivel nem találtam semmit a házban, ezért úgy döntöttem, visszamegyek a szürke útra, és ekkor vettem észre, hogy a láda fölött eltűnt a blokk. A ládában egy gomb meg egy könyv. A könyv pedig azt mondja, és itt jön a poén, szia, gondoltam elpazarlom az időt, mert te is ezt tedd velem a Swatch 1-2-vel. Ja, és a hatodik gomb itt van, kezd vele valamit. Szóval ez tulajdonképpen nem egy sima kalandpálya, egy sima szivacskón, hanem ez egy olyan válasz kalandpálya, vagy visszavágás. Á, jobban tetszik a válasz. Tehát egy olyan válasz a szivacsra. Úgyhogy ötletes. Egyébként magában, mint kalandpálya, hát nagyon gyenge. Hát pocsék. De mivel ez kifejezetten nekem készült, tehát egy válasz a szivacsra, ezt nem is ugyanúgy kell tekinteni. Annak viszont nagyon jó, ötletes, poén. És ha a hatodik gombot a helyére rakjuk, köszi, hogy végigvitted a pályát, készítette Világ 21, még linkje is van. Tehát ez volt a keresd a gombot. Mondom, ne úgy tekintsetek rá, mint egy kalandpályára, annak tényleg nagyon-nagyon gyenge volt, hanem ez egy válasz a szivacsra. Annak viszont zseniális. A kézikönyv óvjon. Kedvezményes gazírtás! Keresse Csabusát, és ő barátjáron fogja megtaposni növényeit.